Még egyszer tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Nagyon örülök, hogy a Heinrich Böll Alapítvány nevében köszönhetem önöket a Whatever Happened Hungarian Theater konferencián megbeszélt pódiumbeszélgetésen. Mindenek előtt a magyar vendégeinket szeretném üdvözölni, akik tegnap és ma érkeztek. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Tegnap ebben a teremben volt már egy konferencia, ami Edward Snowdennek a leleplezéseiről és ennek kulturális, politikai és technikai implikációjáról szólt. Ezért, tehát meg kell mondanom, hogy mindenféle állami protokoll nélkül beszéltek itt erről a témáról, és ugyanennek ebben a szellemben szeretnénk ma is beszélni. Teret akarunk adni magyar vendégeknek, hogy elmondják a pozíciójukat. Szeretnénk jobban megérteni, hogy milyen viták folynak Magyarországon. És bennünk, és nekünk, hogy ez adjon erőt és lehetőséget, hogy a saját pozíciónkat is megkérdőjelezhessük. Az elmúlt hónapokban találkoztunk a magyar színház és a kultúrpolitika képviselővel. Meglepődtünk, és pozitívan, tényleg meglepődtünk rajta, hogy minden irányból párbeszédre törekednek, amelyre Magyarországon ma nem kerül sor. Ezért a kuratórium és én vállaltuk, hogy pódiumbeszélgetést szervezünk Berlinben. Olyan vitát, amely nem egyszerűen a szokásos címkéket ragasztja föl egy vitára, hanem nyitott az új gondolatok előtt is, és amelyben személyes csere, és, tehát eszmecsere zajlik. Ennek a megvalósítása a célunk, és örülök, hogy minden vendégünk épségben megérkezett. Nagyon sok levelet kaptunk előtte, amiben kívánságokat és várakozásokat fogalmaztak meg. Magyarországról napokig, hetekig lehetne vitatkozni. Ma 6 óra áll rendelkezésünkre, éppen ezért meghatároztuk a súlypontokat, amelyek a programban találhatóak. Minden panelt, ehhez csatlakozni fogunk egy kérdés lehetőséget is, ami lehetőséget fog adni, kérdéseket tegyenek föl a résztvevőknek, hogy választ is kapjanak a vendégeinktől, az egyedülálló lehetőség. A párbeszéd, tehát az, hogy magától értetődik, hogy minden féllel szemben megbecsüléssel viseltetünk. Kint egy asztalt is foglaltunk arra, hogy párbeszédeket lehessen folytatni, interjúkat lehessen folytatni, de itt ezt a termet szeretnénk a nyílt vitára bocsátani. Még egyszer köszönetek a Heinrich Böll Alapítványnak, köszönöm a vendégeinknek és a szóvivőknek, a Mind Paris événél is, amelynek auditoriumában ülnek itt most, amely lehetővé tette, hogy ebben a nagyon inspiráló teremben tartsuk ezt meg. Kilátás is van, és reméljük, hogy ma a kilátásunk lesz Magyarországra. És köszönjük a Collegium Hungaricum, különösen Csán Togálynak a és köszönetet szeretnék mondani, aki ilyen bizalommal fordult hozzánk, illetve tetteleget kéréseinknek. És önöknek, valamennyiüknek is köszönetet mondanék, akik ezen a közös konferenciában részt vesznek. Nagyon köszönöm, és most kérem a kurátorasszonyt. Jó napot kívánok! Tulajdonképpen nem is tudok mit hozzáfűzni, kivéve azt, hogy nagyon örülök a látogatásnak, és köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ide. És örülök, hogy mindjárt vágjunk a közepébe, kezdjük el a vitát. Tehát ez a művészet, a színház művészet a témánk, és lehetőséget ad a színház lehetőségeinkre. Ezért egy műalkotással kezdjük. Az Emory Geography című experiment, tehát kísérleti filmmel Kispál Szabolcstól, amit egy egyedülálló média művész, és rendelkezésünkre bocsátotta ezt a filmet, ami 2012-ben egy londoni konferenciára készült.
és az európai állatkertek építészetével foglalkozik a 19. századból, és ez társadalompolitikai, etnológiai és történelmi párbeszédhez is hozzájárul, amit ezek az épületek kifejeznek. Egy művészeti alkotással a budapesti állatkertben készült ez a film, és Kis Pál ezt nagyon decensen és diszkréten dokumentálja ennek az építészetnek a 20. századi történetét, és tematizálja azokat a témákat, amelyekkel mi is foglalkozni fogunk, és amelyek ezeken a neurológikus pontokon egy teljesen újfajta elbeszélésmód, a nemzeti múlt elmondása, amit 1989 óta teljesen újként, új formában zajlik. Utána Lackó Ferenc történész fog beszélni a Jena Egyetem Kertész Imre kollégiumából, és ő fog beszélni arról, hogy milyen viták folynak Magyarországon, tehát egy inputot fog adni a vitához a jelenleg Magyarországon folyó kemény vitákról. Ennyit szeretnék elmondani, tehát akkor szeretném beindítani a filmet, és ez érdekes napot kívánok. Once upon a time, there was a country called Hungary. Once upon a time, there was a country called Hungary. A 100 years ago, at the beginning of the century of speed, the Hungarians built a zoo in their capital, deciding to embellish it with a fake mountain. Having heard of a German circus director by the name of Hagenbeck, who had done the same in Hamburg. There was heated debate among the architects as to which mountain should serve as a model for their fake. Some suggested Mount Ararat as an homage to Noah and the solidarity of mankind with the animals, while others lobbied for Mount Sinai because of its prominent role in many holy books. Someone even suggested copying the shape of Mount Everest. Finally, they chose a peak in the Carpathian Mountains, the lonely rock situated in Transylvania, a distinctive region of Hungary at that time. Átjöttem a király hágon,
This region was considered by some to be very Hungarian, a view that wasn't fully shared by the people living there, especially as many of them weren't in fact Hungarians, but Romanians, Saxons, Jews, Serbs, Gypsies, etc., who called themselves Transylvanians. One of the leading architects working on the buildings and mountains of the zoo, a Hungarian by the name of Károly Kós, was born there to a family of German, Austrian, French background. His architectural style, based on folk elements, was considered authentically Hungarian, although he considered it Transylvanian. Soon after the fake mountain was built, the country entered the First Big War and was defeated. As a consequence of the peace treaty, some of the country's territories, including Transylvania, were given to other states. Therefore, the original mountain was detached from the country, and among the people a rumor started, according to which the fake mountain was actually real and had been formed in a natural orogenic process. The shrinking of the country's territory resulted in an upward thrust which elevated the great rock in the middle of the Budapest Zoo. One of the supporters of this theory was the Minister of External Affairs, who was part of the peace treaty delegation and later, as Prime Minister, signed two anti-Semitic laws, and who otherwise was a geographer by profession. Sentenced to death for war crimes, published a book entitled Give My Mountains Back, which later, in the era of two-thirds, became a bestseller. In order to ease the pain in the hearts of the mourners, the city brought exotic animals from Transylvania to the zoo and placed them on the fake mountain. Átjöttem a király hágon,
facendo usar ciaco in carenti merre megne cultalalum merre megne cultalalum od in carenti usar ciaco. As due to the big land shrinkage, many Hungarians were shut out of the country, and their habits, songs, garments, and objects were missed by those blinded by nostalgia. These letters proposed to bring Transylvanian families as human exhibits into the zoo. One of the first families supposed to be installed was the Yeoman, whose home served as a model for the Buffalo House building. When the architect Károly Kós found out about the plans, he expressed his revulsion by establishing a movement in response called Transylvanism, which aimed at the development of a multi-ethnic region independent from both Hungary and Romania. He proclaimed the Kalotaszeg Republic, but his endeavors at creating a multi-ethnic microstate were unsuccessful. The idea of human exhibits from Transylvania was taken up by a great admirer of Hagenbeck, Governor Horthy, who temporarily recolonized the region. However, his initiative was obscured by the Second Big War, and no records have been found as to whether the idea was ever achieved or not. The authenticity of the only photograph showing the governor inspecting the human exhibits is disputed. In recent times, one decade after the collapse of the towers, the reconstruction of the Great Rock started in Budapest, and during the work, an engraved inscription was found in a hidden cave of the fake mountain. It had been written in an alphabet called Hungarian runes, a writing form that originated in Transylvania. An expert was secretly brought to the spot to translate the text. Several hours after his visit, the inscription was destroyed, and the translator disappeared. His clothes were found and returned to the family. In one of the pockets, there was a piece of paper which said, "Fuck your fake mountains." Sehr geehrte Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, rendkívül örülök annak, hogy ma délután, a mai délutánt önökkel tölthetem, és néhány gondolatot megoszthatok önökkel a magyar jelenkori történelem néhány ellentétes véleményével, dolgaival. Nagyon sokat ígérő a mai program, és annak is nagyon örülök, azért is nagyon örülök, mert a magyar és európai színházi élet és kulturális élet vezető személyiségei vannak itt, akik nyilvánvalóan ellentétes véleményeket fognak képviselni, és itt Berlinben együtt beszélgethetnek majd, és én ezt a lehetőséget nagyon fontosnak és innovatívnak tartom. Az alapötlet, hogy különböző magyar szempontokat, véleményeket itt Németországban egyidejűleg kifejezésre juttatni, ez az alapgondolat nagyon dicséretes, és én magam is nagyon kíváncsian várom azt, hogy hogyan alakulnak még majd az itteni viták.
Magyarországon sajnos az embernek gyakrabban az az érzése, hogy a konzervatív és liberális kulturális szereplők nem csak különböző véleményen vannak, álláspontot foglalnak el, ami teljesen természetes lenne, hanem néha bizonyos fokú előítéleteket fejeznek ki, amelyek az ilyen párbeszédeket sajnos nagyon gyakran megakadályozzák. Röviden tehát nem csak politikailag, hanem kulturális szempontból is Magyarország nagyon mélyen megosztott, ketté osztott. A különböző álláspontok, vélemények, a továbbra is fennálló félelmek és néha vehemens elutasítások egymással szemben véleményem szerint nagyon szorosan kapcsolódnak a történelem felfogás kérdéseihez. És ezzel már rá is térhetünk a mai témára. A magyar jelenkori történelem vitatott kérdéseit szeretném röviden felvázolni. A rövid időre való tekintettel a megjegyzéseimet három témakörre fogom korlátozni. A trianoni békeszerződés, a 1920-as békeszerződés, amelynek következtében Magyarország a legnagyobb területeket elveszítette. A magyarországi holokauszt, amiért a magyaroknak is fel kell vállalniuk a felelősséget. És végül, de nem utolsó sorban, az 1989 utáni időszak, és mindenek előtt az 56-os forradalom szerepe a magyarok emlékezésében. De mindenek előtt hadd mondjak el néhány dolgot az imént látott rövid filmmel kapcsolatban. Véleményem szerint a 20. század történelme Magyarországon még mindig nagyon erősen politizált, és ezért az alapvető témakörök mindig politikai színezetet kapnak és kaptak. A rövid film megpróbálta a nagyon erősen konnotált témaköröket, mint a két háború közötti revizionizmus, illetve a humanizációs folyamatokat egymás mellé tenni, és a viszonyukat meglepő módon megvilágítani. Itt többek között azt is azt is láthattuk, hogy az Erdély idealizálódott Magyarországa hogyan jelenik meg, és hogyan történt ezáltal a dehumanizálódás. Az én véleményem szerint ez a rövid film több komolyan veendő kérdést vet fel. A képek, amelyek az antiszemita az antiszemita képek nagyon fájdalmas kérdéseket vettek fel, és miért zárta ki a magyar állam a saját polgárait, míg ugyanaz az állam megpróbált visszaszerezni bizonyos területeket? Hogy lehet az, hogy a terjeszkedési akarat és vagy a terjeszkedési törekvések és a rasszista szempontok egyszerre kerültek felszínre? Ezek nagyon érzékeny kérdések még ma is. Vannak nagyon bonyolult összefüggések, a trianoni békeszerződés, a 20-as békeszerződés, és az egyre drasztikusabbá váló antiszemita fordulat Magyarországon azután, ami azután következett be. Ezek az összefüggések politikai szempontból is nagyon erősen vitatottak. És be kell vallanom, hogy amikor néztem ezt a filmet, akkor gyakran az az érzésem támadt, hogy ebben a filmben arról is szó van, hogy ezeket az érzékenységeket egymás ellen kijátsszák. A trianoni, az 1920-as trianoni békeszerződést, általában csak trianonként rövidítve, a jelenben nagyon sok mindent szimbolizál, és nagyon sok különböző dolgot természetesen. Máig is fennálló jelentősége két kérdés csoportból áll össze. Először is a magyarországi és a szomszédos országok beli magyarok hogyan látják magukat a 20. században az Európai Unióban. Másodszor, de ez nem kevésbé fontos, hogy milyen viszonyokat képzel el Magyarország, mint állam a szomszédos államokkal. Milyen felelősségeket tud Magyarország felvállalni, és kell felvállalnia a magyar kisebbségekkel kapcsolatban? Az előtörténet
itt hangsúlyozzuk-e a kisebbségek létrejöttének előtörténetét? Kell-e, hogy létrejöjjön egy kapcsolat a kisebbségi csoportok és a Trianon között? A Fidesz kormány a korábbi kormányoknál erősebben küzd a magyarok összetartásáért a régióban és világszerte. A kormány a politikáját nem csak arra összpontosította, hogy ezt a nemzeti sebet begyógyítsa, hanem megkezdte a Trianonra való emlékezést hivatalosan is ápolni. Más szavakkal tehát a történelmi dimenziók kiemelése következtében a jelenlegi magyar kisebbségek és a trianoni szerződés aláírása közötti összefüggés nagyon erősen kihangsúlyozzák. Gondolom, mint érezték, a SEB kifejezést használtam az imént. A trauma szó helyett, amit nagyon gyakran használnak, hogy ez a kifejezés passzol-e Trianonra, megfelelő-e Trianonnal kapcsolatban, ezt az intellektuálisok nagyon gyakran vitatják, és Ungvári Krisztián személyesen is részt vett ebben. A trauma kifejezés azonban nagyon gyorsan, később aztán nagyon gyorsan elterjedt. A kérdés, hogy a Trianonra való összpontosítás, fokuszálás, a magyar identitás, kulturális jellemzőkre való redukálása, vagy az etnikai kérdésekre való redukálása, vagy ez ahhoz vezetne, hogy erre redukálódna, ezt a kérdést nagyon gyakran megvitatták. De a kérdést fordítva is feltették gyakran, ez azt jelenti, hogy ezek a szemrehányások az etnicizmusra vonatkozóan nem szolgálhatnak-e arra, hogy ezek kifogások lehetnének a kirekesztésre. Nem lehet-e az, hogy azok, akiket kirekesztenek gyakran, nem is EU állampolgárok, de nagyon gyakran azonosulnak az EU-val, és nagyon erősen kapcsolódnak a Magyarországhoz is. Néhány dolog kulturális és történelmi szempontból nagyon fontosnak tűnik, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy a meglévő információk megfelelőképpen elterjednek. Ahogy azt Abronczi Balázs nemrég kiemelte, hogy néhány legenda Trianonra vonatkozóan még máig is fennáll, és nagyon széles körben hozzák fel és beszélnek ezekről. És ezért nem szabad, hogy megfeledkezzünk egy nagy ellentmondásról, egy nagy paradoxonról, mégpedig arról, hogy 89 után nyilvánosan is sokkal többet beszéltek Trianonról, de a fiatalabb nemzedék, a fiatalabb generáció Magyarországon ennek ellenére sokkal kevesebb erre vonatkozó tényt ismer. És hasonlóképpen ellentmondás van abban, hogy a kisebbségi magyarok történelmét milyen mélyre menően megvizsgálták már, és milyen keveset tudnak a magyarok erről a történelemről, és ugyanúgy a jelenlegi helyzetükről is. A magyar történészek, főleg Zeidler Miklós, ezzel kapcsolatban megemlítették a nagyon fontos szimbolizmus, illetve a revizionizmus céljait, és nagyon mélyre menően elemezték mindezt. Ezzel el is érkeztünk azokhoz az ellentmondásos összefüggésekhez, amelyeket az imént látott filmben felhoztak, és ez vezet bennünket a második témához, a holokasztról folytatott vitákhoz. A revizionizmus ugyanis az egyik fő oka volt Magyarország szövetségének Németországgal a nemzeti szocialista idők alatt. Talán érdemes lenne egyidejileg tisztázni azt is, hogy nincsenek egyszerű összefüggések a náci kapcsolatok, illetve a zsidók deportálása között Magyarországon. Mindenek előtt fontos kihangsúlyozni, hogy az antiszemitizmus Magyarországon nem a náci Németország közvetlen befolyása alatt vált szélsőségessé. Másrészt a nácik 1944-ben tulajdonképpen a hiányzó helyi eltökelezettség miatt vonultak be Magyarországra.
amire a holokauszt nagyon lényeges, mire nagyon lényeges magyar részvétel következett a holokauszban. A magyarok nemzeti felelőssége a németekével szemben két fontos témát hozott fel Magyarországon. Egyrészt a magyar szélső jobb szerepe a konzervatív elittel szemben az antiszemita radikalizálódás ideje alatt, a 30-as évek végén, 40-es évek elején, másrészt pedig, hogy hogyan kell tisztelni az áldozatokat, hogy kell megemlékezni az áldozatokról. A háború utáni években egy főleg ideológiailag nagyon erősen jellemzett történelem kép alakult ki, amiben nem a kirekesztettek, az üldözöttek álltak a középpontban, és a zsidókat még csak meg sem említették kifejezetten. A holokausztért a náciknak, főleg a német náciknak kellett felvállalniuk a felelősséget, illetve a magyar náciknak is, akik azonban egyidejűleg a németek játékszerének tekintették őket. 1989 előtt is, de sokkal inkább utána átértékelődött ez a három kérdés. Magyarország felelőssége sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, a magyarországi antiszemitizmus szerepét sokkal jobban megvizsgálták, és a kihatásait is bebizonyították. Harmadszor pedig az áldozatokat ezentúl rendszeresen zsidóként említették meg. Ennek ellenére az elmúlt évek itt is sokkal inkább ellentmondásokhoz vezettek. Míg a magyarok tájékozottsága a holokauszttal kapcsolatban nemzetközi szinten nem mondható éppen alacsonynak, vagy kicsinek, a magyarok elutasítása a felelősséggel szemben azonban az elmúlt években érzékelhetően növekedett. A következő évre tehát nagy kihívás, hogy 70 év után a magyar társadalom, ugye a magyar társadalom 70 év után emlékezni fog a holokausztra, és az ilyen társadalmi tendenciák ellen kell hatni különböző rendezvényekkel. Ami az 56-ra való emlékezést illeti, ez a kérdés sok éven keresztül a figyelem központjában állt. Egyértelműen identitás képző szerepet játszott 1989 után. Ez a szerep társadalmi szempontból akkor is, hogyha különböző színezettű értelmezése volt ennek. Egyrészt a magyarok függetlenségi törekvései, illetve a Szovjetunió és Magyarország közti nemzetközi háborút lehetett kihangsúlyozni, ami nemzeti konzervatív pozícióból nagyon gyakran megtörtént, de másfelől a reformkommunisták szerepét is előtérbe lehetett helyezni, mint azt a posztkommunista szocialisták teszik, és tették és teszik még ma is, vagy pedig 1956-ot az alapszabadságot, a polgári szabadságok és a többpártrendszerre való törekvésnek is lehetett volna tekinteni, ahogy azt a liberálisok tették újra és újra. 1956 a néhány évvel ezelőtt felerősödő jobb szélső erők mitoszaként is működött, mint nagyon erősen érdekelt tudományos szakértő és munkatársa annak az intézetnek, amely kutatja az 56-os forradalom következményeit. Nagyon intenzíven foglalkoztunk már az 56-os forradalom következményeivel is. Tehát 89 után ez egy össztársadalmi témává alakult, amelyben minden pártnak megvoltak a saját súlypontjai, és ahogy megpróbálták az 56-ot nem csak nemzeti szempontból, hanem politikai szempontból is instrumentalizálni. Ma inkább csökkenő jelentőséget állapíthatunk meg.
Annak ellenére, hogy a kommunikatív és kulturális emlékezés 1956-ra a közvéleményben folytatott vitákat még nagyon erősen jellemzik, de 1956 jelenleg kicsit eltávolodott, nem csak úgy, mint 1989 is, hanem talán még 1914-nél és 44-nél is távolabbra került. 2014-ben az imént említett évek, tehát 1914, 1944 és 1989 minden bizonnyal sokkal több figyelmet fognak majd kapni. Végezetül még szeretnék két általánosabb pontot is röviden megemlíteni. Az első az az, hogy a történelmi kultúra és a politikai kultúra meddig lesz még, vagy ezt a politikai kultúrát és a művészeti kultúrát milyen sokáig fogja még a 20. század jellemezni? Tehát az üldöztetés és a szenvedés meddig fogja még jellemezni a magyar történelemképet egy olyan helyzetben, amelyben már csak kevesen, vagy nagyon kevesen tudnak emlékezni a saját borzalmas tapasztalataikra a 20. évszázad közepén. És mi következik ezután? A második általánosabb és még megvitatandó kérdés arra vonatkozik, hogy a Magyarország folyamatos elfoglalásai mennyiben vehetők magyarázatként, tekinthetők magyarázatként a nagy társadalmi tragédiára, vagy fordítva, mennyire mondhatjuk azt, hogy a magyar részvételre való koncentráció a bűnösök csoportjában, hogy ezt mennyire kell még a közvéleményben továbbra is kutatni és hangsúlyozni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ganz herzlichen Dank, Herr Latsch. Nagyon köszönöm, Laco úr. Rögtön folytatjuk az első pódiumvitát, és kérem, hogy Szergej Lagodinszkit, az első moderátorunkat, a Heinrich Böll Alapítvány munkatársát, aki Észak-Amerikával foglalkozik a Heinrich Böll Alapítványnál, hogy akkor nyissa meg az ülést. Köszönöm szépen, köszönöm a közönségnek is, köszönöm dr. Laco Ferencnek, köszönjük ezeket a bevezető szavakat. És az az út, amivel beindítottunk az ő segítségével, és ezután a művészeti, vagy művészi bevezető után, a filmbevezető után, és ezután a nagyon mélyreható, absztrakt bevezetés után próbáljuk meg ezt egy kicsikét átállítani, konkretizálni. Mit jelent a történelemnek ez a sokfélesége, sokrétűsége Magyarországnak és a magyaroknak a mai ma a társadalomban, a társadalom kultúrájában és a színházában. Ehhez két kitűnő vendéget hívtunk meg, vagy sikerült megnyernünk, akiket, tehát most ővelük röviden arról beszélgetnénk, és utána természetesen, hogyha lesz időnk, akkor önök is föltehetnek kérdéseket, néhány kérdést. Amit ma hallottunk, és ez is talán még hozzá tartozik, ezt tulajdonképpen szisztematizálni kellene. Javasolnám talán, hogy itt még egyszer három különböző témáról beszéljünk, hogy ezt megpróbáljuk valamiképpen konkretizálni, legalábbis a politika területén egyrészt a jelkép politikáról, a szimbólumok politikájáról, milyen szimbólumok jelentenek az identitáson, nem csak Magyarországon, Németországban is, mit jelentenek a szimbólumok, az emlékezés politika, mint a transformáció motorja különböző fázisaiban, és a reálpolitika, amit ma látunk az országban. Demokrácia intézményei, parlamenti munka, stb. De most először is a vendégeinket mondanám, először is hadd mutassam be Ablonczi Balázst, aki történész,
doktorátusát Budapesten 2004-ben írta meg, és utána nagy doktorit is írt, és nem csak a Pesti Egyetemen professzor, hanem egyben a Magyar Kulturális Központ, Párizsi Kulturális Intézet igazgatója 2015 májusig, ha nem tévedek, és emellett többször volt Amerikában és Indiana államban, tehát professzorként, tehát különböző perspektívákból látja a témát. Az ő súlypontjai elsősorban újra és újra a két világháború közötti időszak, ami szintén fontos témánk ma, és hozzáintézem az első kérdésemet. Hallottuk ezt a bemutatást, és tudja is, hogy hogy folynak a viták ma, mennyi érzelemmel töltöttek ezek. Hallottuk az emotional history, a történelem érzelmi töltése. Mennyi érzelem van a mai történelem szemléletben? Mennyi félelem van? A traumákról beszéltünk is, de minden trauma félelmeket is kelt. Milyen zenét hallunk ez alatt ma a társadalomban? Schönen guten Tag. Ich werde jetzt Ungarisch reden. Vielen Dank für die Einladung. Und ich danke auch für die Vorstellung. Im Zusammenhang mit der ungarischen Politik, ich möchte das in 5 Punkten zusammenfassen, was hier zu dieser Frage, zu diesem Punkt wichtig ist, um das zu verstehen. Ich würde ein bisschen weiter ausholen als Ferenc Lazo in seinem vorzüglichen Einleitung. Azt gondolom, hogy az első pont a magyar politikai elit és a magyar politikai közvélemény alapélményének a megértéséhez az a nyelvi, illetve ezen belül emiatt részben a kulturális különállóság tudata. A 19. század elején Herder, a német gondolkodó fejtette ki egy írásában, hogy a magyar tulajdonképpen egy eltűnésre ítélt nyelv, mert szláv és egyéb szomszédai veszik körül, tehát föl fog olvadni bennük. Ez a teljesen ártalmatlan és kicsit odavetett megjegyzés elképesztő hullámokat váltott ki Magyarországon. Pontosan a nemzeti ébredés vagy a Formerz időszakában. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a visszhangjai a mai napig visszhangzanak. Tehát az a tény, hogy Magyarország egy olyan, a magyarok olyan nyelvet beszélnek, amit jó eséllyel senki más nem ért rajtuk kívül, és nagyon nehéz is megtanulni. És az a fajta egyedül lét Európában mindenképpen meghatározó volt a magyar politikai elit számára. Ebből különböző következtetések születtek. Természetesen a beinduló nemzeti ébredés, nemzeti intézményteremtés, gondolok itt az operára, a Nemzeti Színházra, a Tudományos Akadémiára és sok minden másra, születhetett egy olyan válasz, ami azt mondta, hogy politikai szabadságjogokat kell adnunk mindenkinek. Mindenki egyenlő lesz az országban, és onnantól kevésbé lesz fontos, hogy kinek milyen például a nemzetisége. Ez nagyjából a 19. század második harmadában a magyar liberális elit válasza. És aztán születhetett egy olyan válasz is, természetesen sokféle változata lehetséges ezeknek a válaszoknak egyenként. Születhetett egy olyan válasz is, amely azt mondta, hogy ezt az országot, Magyarországot, a Magyar Királyságot nyelvileg is magyarrá kell tennünk. Tehát, hogy építsük egy olyan, ami nem azt jelenti, hogy ki kell írtani, vagy el kéne üldözni a más nyelven beszélőket, de hogy a magyar kultúra és a magyar nyelv olyan hegemon szerepbe jusson, hogy az megkérdőjelezhetetlenné tegye azt, hogy tulajdonképpen ki is dominálja ezt az országot. Emlékeztetek arra, hogy egészen az 1910-es népszámlálásig Magyarország lakosságának, több mint a fele, tehát a hagyományos értelembe vett magyar királyság lakosságának, több mint a fele nem magyar nemzetiségű volt. Tehát a magyarok csak relatív többséget alkottak ezen belül. Tehát ezt a félelmet és ezt a frusztrációt én innen keltesztetném. A harmadik pont a megértéshez, azt hiszem, és erről Lazo Ferenc bőségesen beszélt, ez a trianoni békeszerződés 1920-ban.
nyilván nem szeretnék most senkit adatokkal untatni. Egy olyan tényre hívnám fel a figyelmet a területi veszteség elképesztő mértéke mellett, ami esetleg megvilágítja számunkra, hogy ez mit jelentett Magyarország számára. A trianoni békeszerződés során a körülbelül az 1910-es népszámlálás szerint 10 milliós magyar nyelvi közösségből, tehát 10 millióan körülbelül 10 millióan beszéltek magyarul a történelmi Magyarországon, 3,2 millió magyarul beszélőt, tehát nem nemzetiségét, magyarul beszélőt csatoltak el az országtól. Ez önmagában egy hatalmas veszteség, tehát azt jelenti, hogy minden három magyarul beszélőből egy másik ország polgára lett, nem önkéntes döntés alapján, de amit még ennél is fontosabbnak tartok bizonyos értelemben, az az, hogy ebből a körülbelül 3,2 millió emberből Magyarország az 1918 és 23 közti időszakban körülbelül 420 ezer ember menekült Magyarországra. Ez azt jelenti, és ezek a menekültek jó részt, itt láthattunk vonatfelvételeket is a filmben, egyébként csak hozzáteszem nagyon-nagyon zárójelbe, ez az én történészi énem problémája, hogy ezek a felvételek nem 1920-ból valók egyébként, hanem jóval későbbiek. Tehát ez a 420 ezer ember, ez egy olyan középosztályi réteg volt, amely egy biztos középosztályi egzisztenciát és biztos középosztályi befolyást veszített el ezzel. Tehát ez a tömeg jóval nagyobb befolyással rendelkezett a magyar politikára, vagy a közéletre, mint ezt a száma esetleg indokolta volna. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy mindenki, aki menekült volt, a szükségképpen revízióban gondolkodott, vagy szélsőbboldali radikális lett, korántsem, de hogy ez a fajta szenzibilitás, érzékenység létezett a magyar közéletben, nagyon hangsúlyosan, az kétségtelen. Mindenkinek a családjában, egyébként, hogy kicsit személyesre fordítsam, az én családomban is vannak történetek arról, hogy miért kellett eljönnünk, és miért kellett ott maradnunk. A negyedik fontos pont, amit kiemelendőnek tartok, és itt kicsit Krisztián nézeteit lopom el. Tehát az, hogy 1944-ben Magyarországról már előtte is, de a deportálások, tehát a holokauszt számbelileg legnagyobb része 1944 tavaszán zajlott, ami azt gondolom, hogy a modernkori magyar történelem egyik, hanem a legtragikusabb eseménye. Az ezzel kapcsolatos, és ezt Krisztián munkáiból és mások munkáiból tudjuk, hogy ez valószínűleg nem így, vagy nem úgy lett volna lehetséges a magyar közigazgatás kollaborációja és együttműködése nélkül. Az ezzel kapcsolatos emlékezett munkát, tehát hogy erről hogyan beszéljünk, hogyan dolgozzuk föl ezt a veszteséget, az 1945, de inkább 47 után berendezkedő rezsim, vagy szovjet barát rendszer, ezt a fajta emlékezett munkát egyrészt ellehetetlenítette, másrészt azoknak, akiknek ezt a munkát el kellett volna végezniük, tehát azoknak, akik esetleg működtették ezt a közigazgatást, és részt vállaltak embertelen dolgokban, ők magukat is viktimizálta. Tehát volt egy kölcsönös beszédképtelenség erről. Nagyon sokszor szembesülünk Magyarországon azzal, hogy ha bármiről ilyen típusú témáról beszélünk, a második világháborúról, rögtön ellentétes narratívák bukkannak fel. A gulág ellentét pontja rögtön Auschwitz lesz, és nagyon nehéz azt mondani bárkinek vagy valakinek, hogy ez a két dolog egyszerre lehet esetlegesen nemzeti tragédia. Attól, hogy a másik szenvedését elismerjük, attól a mi szenvedésünk nem lesz kisebb. Aztán lehet, hogy Krisztián ezekhez elmondja, hogy rosszul interpretáltam őt, de hát a proféták mindig így járnak, hogy aztán vannak követőik, és esetleg nem feltétlenül ugyanazt terjesztik, amit ők eredetileg gondoltak. És az ötödik pont, amit ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak tartok, ez a rendszerváltás, illetve a demokratikus átmenet óta eltelt most már majdnem 25 év emlékezett politikája. Nagyon úgy tűnik, és akkor lehet, hogy ez viszont egy kicsit provokatív lesz, hogy a rendszerváltásban létrejött Magyarország, most nem akarom harmadik vagy negyedik köztársaságnak hívni, mert erről vannak viták, hogy tulajdonképp hanyadik is volt, de a rendszerváltozás után létrejött demokratikus Magyarország, miközben a politikai elit jelentős részben 1956 forradalmából legitimálta magát, tehát azt mondta, hogy 56 a mi előképünk,
és szimbolikájában nagyon erősen támaszkodott erre a kérdésre. Úgy tűnik, hogy mind a mai napig egyébként a közvéleménykutatások szerint 56 az egyik legmegosztóbb nemzeti ünnep, és a magyar közvélemény jelentős része nem szereti 1956-ot. Ez sokat elmond egyébként a magyar múltképről is, hogy nemrégiben az egyik gazdasági hetilap csinált egy fölmérést arról, hogy ki a legelfogadottabb és legnépszerűbb magyar közéleti szereplő, vagy magyar történelmi figura. Ez Hunyadi Mátyás, vagy Korvin Mátyás király jött ki győztesként, aki ugye 1490-ben meghalt. Tehát azt gondolom, hogy ott, abban a nemzetben, vagy abban a társadalomban, ahol ennyire vissza kell menni az időben, hogy konszenzuális figurákat találjunk, ott nagyon komoly gondok vannak, ezt fenn is tartom, hogy komoly gondok vannak, amelyek nem feltétlenül Trianonból származnak, hanem annak a 4-5 problémának a következményei, amikről az imént igyekeztem beszélni. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank dafür. Nagyon köszönöm. Ungvári Krisztián, ő mellettem jobb oldalt, köszönöm, hogy eljött. Aki történészként is nagyon sok helyen dolgozott, Freiburgban is kutatott. Az ön területe, kutatási területe a 20. század történelme, bele a politika történelme és a háborúk történelme a 20. században. És az utolsó könyvében Horthy Miklós érájáról írt. Most itt ülünk, és a magyar identitásról, a történelemről beszélünk. Amit kérdeztem magamtól, amikor hallgattam professzor urat, hogy mi itt Németországban, nálunk is vannak ilyen problémák, más kelet-európai országban is vannak ilyen problémák. De minden országban lefordítódnak ezek a narratívák a kulturális hétköznapban és a politikai hétköznapban különbözőképpen képeződnek le. Hogyan működik ennek a lefordítása Magyarországon, és főleg a színházi területen példaként? Azt hiszem, hogy a kulcsfogalma ennek a másféle politikai korrektség, vagy ennek a hiánya, ami Németországban meghatározó, és ennek nem csak hátrányai vannak, ezt meg kell mondani, de nagyon sok hátránya van. Eredeti ötletem az volt, hogy amikor ennek a koncepcióját kidolgoztam, hogy a színházról beszéljek, ezért most ezt félreteszem, mert valami jobbat találtam közben indításként. Mégpedig Balázs Ablonci, Ablonci Balázs a kölcsönös beszédképtelenséget említette, és ezt a legjobban Vas Albert figurájában látjuk. A filmben is előfordult Vas Albert író, csak egy fél mondattal, mint háborús bűnös halálra ítélték, és ebben a figurában példaszerűen látjuk a beszédképtelenséget. Ki volt Vas Albert? Vas Albert a legnépszerűbb szerző, ha megnézzük, ha a könyveladásokat nézzük, ma nagyon sikeres szerző, nem kevésbé, mint 45 előtt, rengeteg emlékműt neveztek el róla, szemben Márai Sándorral, akinek csak 4 van, Magyarországon 45 van Vas Albertről. A Vas Albert idézetek gyakran előfordulnak a politikában, és az emlékművei a mai magyar állam legértékesebbnek számító darabjai, miniszterelnök, parlamenti elnök, stb. Mind példának tekintik. De Vas Albert, mint irodalmár, nagyon vitatott, tulajdonképpen egy talaj és föld, ahogy mondani szok, németek mondják, talaj, földhöz kötött szerző, tehát igazából nem került be a magas irodalomba, nagyon sokat vetettek a szemére, némely dolgot jogosan, némelyet jogtalanul. Például háborús bűnös nem volt, nem, ez teljesen jogtalan. A román hatóságok ugyan pert indítottak ellene,
de ebben Vass Albert nem tudott védekezni, és éppen ezért nem is voltak igazak a vádpontok. Ez az egyik oldal. Tehát így lehet így is lehet nézni, vagy látni a Vass Albert dolgot, hogy ártatlan áldozat. De a képet azért árnyalja, hogy Vass Albert a II. Világháború után igazi náci lett, legalábbis a magyar, tehát nyilas, ő volt a nyilas számüzetésben, és még rosszabb, ha megnézzük, hogy mit csinált 44-ben, mégpedig 44-ben írt egy cikket a patkányok honfoglalása, és pont akkor, amikor Kolozsváron a gettót fölállították, és ebben a cikkben az szerepelt, hogy arról szólt, hogy egy parasztgazdaságban a patkányok elszaporodnak, és minden tönkretesznek, tehát ki kell őket írtani, a káros elemeket ki kell írtani. Ezt lehetetlen volt másképp érteni, mint hogy üdvözölte a gettókat, és hogy az nem is lehet más sorsok ezeknek az embereknek, mint hogy gettóba vigyék őket, és tehát nem kell ott a zsidó írókat írni hagyni, mert úgyse lesz senkinek szüksége. Tehát civilizált körökben nem volt udvarképes már Vass Albert, de mégis azért megmaradt. Az egyik az csak áldozat szerepét látja, szegény ember, akit Erdélyben üldöztek. Másik oldalt pedig az ideológiának az áldozata. Tehát ez is mutatja a beszédképtelenséget, az egyik oldal beszédképtelenségét ebben a konkrét helyzetben. A közös képtelenség ezt kimondani, beszédképtelenség egymással. Az ember azt gondolná normális körülmények között, hogy többé-kevésbé koordináltan alakított emlékezés politika kielégíteni ezt a célt, hogy nyelvet találjanak egymáshoz. Egy nemzeti nyelvet, amelyen mindenki meg tudja értetni magát. Ha most megnézzük Magyarországot, van olyan törekvés, hogy ilyen emlékezés politikát alakítsanak ki? Valósítsanak meg? Vagy mik a következményei ennek a politika hiányának? Kapcsolatban, de egész Közép-Európával kapcsolatban. Ez nem csak tehát Lengyelország, Szlovákia, Csehország, más országok. Talán, és ezt amikor Franciaországban próbálom elmagyarázni másoknak, ezzel mindig problémával ütközöm. Németországban talán erre van érzékenység, mivel ezeknek az országoknak vagy népeknek az állami tudata, az állami léte nagyon sokszor kérdéses volt. Nem volt mindig állam. Nem volt mindig állam a lengyeleknek, nem volt mindig állam a magyaroknak, nem volt mindig állam a szlovákoknak vagy a cseheknek. Ezért a kultúra, a nyelv és különösképpen a történelem az egyfajta nagyon komoly magyarázó erővel bír. Míg azt látom, hogy például Franciaországban a politikai viták nagyjából filozófiai, morálfilozófiai kérdések körül zajlanak, bár ott is vannak történelmi viták bőven, addig ezekben az országokban a történelemnek, mint magyarázó és igazoló elvnek egy nagyon komoly szerepe van. Tehát a történelem egy érv, egy készlet, amit használni lehet a politikai típusú érvelések alátámasztására. Ezért minden emlékezett politikai vita sokkal élesebben vetődik föl. Ez az egyik. A másik, hogy ami Magyarországot különlegessé teszi ebben a helyzetben, hogy mondjuk így a kommunista rendszer, vagy a magyar államszocializmus talán, és lehet, hogy ebben tévedek, de én úgy gondolom, hogy a legkevésbé volt nacionalista a szovjet csatlós államok közül. Tehát a kommunista párt nem használta az úgynevezett nemzeti kártyát a saját legitimálásának, vagy csak nagyon-nagyon ritkán a saját legitimációjának a saját legitimációjára.
Míg ilyesmivel bőségesen éltek Lengyelországban, bizonyos értelemben Csehszlovákiában, Romániában főleg, és bizonyos értelemben az NDK-ban is. Tehát ez a fajta anacionalista vagy antinacionalista alapállás azt jelentette, hogy az állampárttal szemben állókat, nem mind egyébként, de nagyon könnyen áttolhatta abba az irányba, amely azt mondta, pontosan a történelem fontossága miatt, hogy ezek az emberek nem is tartoznak igazából a nemzetbe, vagy nem a nemzet részei. És itt vagyunk, itt jutunk el ahhoz a beszédképtelenséghez, ami a magyar közéletet nagyon sokszor jellemzi. Most így hirtelen ennyit tudnék mondani. Tehát a történelem, mint magyarázó elv, és a történelemből való kizárása, vagy a nemzeti közös múltból való kizárása, vagy kiléptetése a másik félnek egyébként, ez gyakran kölcsönösen is működik. Ich beantworte aber auch gerne Ihre... Szíves. Minden országban az emlékezés kultúrát nem öncélként használják, hanem a saját legitimációra is szolgál. Tehát ezzel tisztában kell lennünk. Ami Magyarországon megítélésem szerint tragikus, hogy mivel a politikai paletta úgy néz ki, ahogy ma kinéz, az államnak nem túl nagy érdeke, nem túl nagy érdeke hozzá, hogy a szélső jobboldali vagy a jobboldali konzervatív választókat eltasítsa. Tehát ezért is ápolja például Vas Albert emlékét. Tehát ennek az államnak kettős emlékezés kultúrája van. Egyrészt vannak heti lapok, napi lapok, tévé, rádió, és a nem annyira mérsékelteknek ugyanez van más kiadásban, és ez a színházi világban is azt hiszem így van. Azok, akik Vas Albertet akarják hallgatni, az megkapják az egyik oldalról, és azok, akik mondjuk Márai Sándort akarják hallgatni, azok a másik oldalról ugyanmegzintén megkapják. Ez egy nagyon plurális helyzet. Ez önmagától értetődő volna, de ez nem magától jött létre, hanem azt hiszem, nagyon tudatosan hozták létre, mégpedig a legnagyobb konkurencia jelenleg a magyar politikában a kormányról nem baloldalról, hanem szélsőjobbról jön. A legnagyobb ellenfele a Fidesznek sokszor inkább a Jobbik, mint az MSZP, és éppen ezért magyarázható az is, hogy a kormány számára miért olyan fontos ezeket a választókat magához édesgetni, és ehhez persze ezt az emlékezés kultúrát is használják, akik megpuhítják ezeket a választókat, míg bal oldalon nem sokat tudnának elérni, tehát idézőjelben nincs értelme politikailag legalábbis rövid távon Vas Alberttal leszámolni, mert ez több választóba kerülne, mint amennyit hozna. Ez tehát hosszú távon abszolút tragikus. Tehát az értelme az, ebben azt hiszem már a reálpolitikánál vagyunk, itt tehát a jobboldali táborban biztosítani akarják, de hogy milyen eszközökkel érik ezt el? Hogyan élik ezt az emlékezés politikát, identitás politikát, azonosulás politikát azért, hogy jobbra is lefedezzék magukat? Ezt mondtam, minden oldalnak megvan. Napi lap, heti lap, ilyen tévé, olyan tévé. Ez két különböző minőség, ez teljesen különböző minőség. Igen, de a médiának üzenete is kell, hogy legyen. Az is van. Vas Albert vagy Márai Sándor. Kész, ennyi. Ez talán magyarázza azoknak, talán akik a nevekkel nem tudnak mindent kezdeni, és sokat kezdeni. Elmondanám Krisztiánnak, hogy Vas Albert már kicsit passzé ebben a körben, tehát azért már egy lecsengett divat. A most Tormai Cecilia trendi. Tehát itt egy komoly hiányosságot érzékelek a bemutatásban. Azt, hogy egymást kizáró emlékezett kultúrák léteznek ma Magyarországon, és ebből ez részben
a magyar értelmiség elképesztő kulturális megosztottságából is fakad, aminek a gyökerei valahol a 19. század végén, a 20. század elején vannak. Tudom, hogy elég komikus ezt a 21. század elején előadni Európában, hogy 100 éves ellentétek feszítik a magyar értelmiséget, de amikor az egyetemen a diákjaimmal két világháború közti szövegeket olvasunk, csak nagyon belassultam én ennél, és nagyon-nagyon sokkal gyorsabban szoktam beszélni, csak itt az volt a kérés, hogy legyek tekintettel a tolmácsokra. Tehát amikor a diákjaimmal ilyen szövegeket olvastatunk, két világháború köztieket, baloldali liberális vagy jobboldali, szélsőjobboldali szerzőket, akkor egészen döbbenetes élmény, hogy az a szókészlet, az az érvkészlet, az az intellektuális fegyverzet, ami ma jellemzi a magyar közpolitikai vagy emlékezett politikai vitákat, már megvan 1931-ben, 32-ben, ugyanazok az érvek, ugyanazok az ellenérvek, ugyanaz a lelki alapállás, ami bizonyos értelemben eléggé elszomorító. Ez egyébként azt gondolom, hogy de egyébként nem csak a jobb oldalra jellemző, tehát a magyar baloldalon is látok olyan bőségesen olyan jelenségeket, amelyek merítenek az államszocializmus múltjából, és olyan történeti értékeléseket, amelyek egyébként nagy sikerre tesznek szert, csak kevésbé látványosak. Nem tudom, hogy mi lehet az orvossága ennek a beszédképtelenségnek, talán az, hogy leülünk és beszélgetünk egymással. Wie übersetzen sich das? Hogyan lehetne ezeket a dolgokat kulturális kérdésekben értelmezni, a színházpolitika kérdéseiben értelmezni, ezt talán ön elmondhatná. Tehát térjünk itt vissza a kiinduló témához. Van ezzel kapcsolatban egy szövegem, de az lenne a legjobb, hogyha megkapna a tolmács a magyar változatot. Én lefordítottam magamnak németre. Ez a szöveg egy olyan koncepciós papírból származik, amely az úgynevezett új színház, ahol egy nagyon vitatott pályázat után a szövegnek a megfogalmazója, a színház igazgatója lett, Dörner György. Ő, Dörner György, háttérszínháznak nevezte ezt, és a következő idézetet olvasnám föl ezzel kapcsolatban. Nézőit az egész magyar hátországból, a nemzetállam gondolatát magukóivá tett magyar emberekből kell összeszervezni. Nevezhetnénk akár a fényes szelek színházának is, ha a kommunista, vagy elnézést, egy igazságos földosztás ma is aktuális, egy igazságos színházosztás úgy szintén megértésre kell találnunk. A hátország a szociálliberális iga alatt nyugő Magyarországot jelképezi. Egy az egész nemzet számára életbevágóan fontos visszafoglalási igényt jelent be. Ennek a visszafoglalásnak egyik első, kicsi, de nem jelentéktelen ütközete lehet ez a színház. A magyarság a hátországból az elnyomott, háttérbe szorított, elhallgatott, félreszorított nemzeti értékeivel megindítja a visszafoglalást, a liberális, pesti vicchullám, pénzcsinálás, és újabban a szórakoztató liberális állam sokszor a bordélyházak szintjére süllyedt csomópontjai ellen. Vége az idézetnek. Ez az idézet nem beszél önmagáért. Nagyon szívesen felháborodhatnak rajta azonnal, én is fel vagyok, de érdemes lenne a felháborodás az első felháborodásunk után kicsit elgondolkodni, hogy mi vezette ennek a szövegnek a megfogalmazóját ehhez az abszurd gondolathoz. És itt szerintem egy olyan jelenségről van szó, amely Európában, nem csak Magyarországon található, hanem egész Európában. Ez a modernitástól és a kapitalizmustól való félelem. Modernitás, a modernizmus és a kapitalizmus fenyegetésként fogják fel az emberek, nem csak Magyarországon. De hogy ez a fenyegetés, ez nagyon hatalmasra nőtt legalábbis, ennek a fenyegetésnek a
a felfogása, ez nem mindenképpen egy reális fenyegetés, de hogy hogyan érzik az emberek, ez a fontos, erről van szó, mert ez az érzése azoknak az embereknek is meglehet, akiket anyagi fenyegetés egyáltalán nem ér, de talán szellemi fenyegetést éreznek, és ugye itt egy bizonyítéka ennek a fenyegetésnek, ennek az érzésnek, mert ennek a szövegnek az írója úgy érzi, hogy egy összeesküvés áldozata, és ugye ennek a háttere a Nyugat-Európához való csatlakozás kudarca tulajdonképpen. Ha megnézzük, hogy 1990-ben a rendszerváltás tulajdonképpen a magyar gazdaság katasztrofális lerombolásához vezetett, és a GDP sokkal erősebben zuhant, csökkent, mint a világ gazdasági válság után. Ha belegondolnak, hogy itt teljes iparágak máról holnapra teljesen megszűntek Magyarországon, és ezt még folytathatnám, akkor elmondhatjuk, hogy ezek a félelmek, ez a fenyegetettség érthető, akkor is érthető, hogyha természetesen nem felelnek meg mindig pontosan a valóságnak. És ezért itt keresném a problémákat főleg. Ezek a félelmek tehát érthetőek, de két kérdés merül fel egy társadalom irányításán belül, a társadalmon belül. Hogyan bánunk, hogyan kezeljük ezeket a félelmeket? A kormány, a társadalom, a politika vállalhat-e felelősséget? Vagy instrumentalizálják ezeket, szítják ezeket a félelmeket? Hol van itt ennek az eredete? Azt hiszem, hogy ez azt feltételezné, tehát hogy egy kormányzat mit kezd ezekkel a félelmekkel, azt feltételezi, hogy a politikai elit elvállal egyfajta pedagógiai funkciót az országon belül. Tehát bizonyos dolgokra azt mondja, hogy ez jó, és bizonyos dolgokra azt mondja, hogy ez rossz. Ahogy látom, a rendszerváltozás után nagyjából az EU csatlakozásig, tehát 2004-ig a magyar politikai elit felvállalta ezt a pedagógiai szerepet. Csak hogy egy példát mondjak, 1990-ben az új parlament és az új alkotmánybíróság egyik első dolga az volt, hogy eltörölje a halálbüntetést, amit nagyon helyesen tett. Miközben a közvéleménykutatások azt mutatták, és azt mutatják ma is, hogy a magyar közvélemény jelentős része halálbüntetés párti. Azt gondolom, hogy ez rendkívül prózaian vagy nagyon egyszerűen hangzik, a magyar lakosság, vagy a magyar társadalom elfáradt. 1990-ben a nagy ígéret az az volt, hogy lesznek szabadságjogok, sajtószabadság, demokratikus alapjogok, gyülekezési szabadság. És ez volt a másik ígéret, ez egy ki nem mondott ígéret volt, és lehet, hogy jobb lett volna, ha ezt az elején tisztázzuk. És ehhez anyagi jólét is fog társulni, ha nem is fogunk úgy élni, mint az osztrákok, ugye a nagy példa, de azért közelítőleg úgy fogunk élni. És Magyarország visszakerül arra a helyére Európában, ahol mondjuk 1913-ban volt, ahol a bruttó nemzeti össztermék tekintetében valahol Görögország és Németország között helyezkedik el, közelebb Németországhoz és távolabb Görögországtól. Tehát ez volt az ígéret. Ez volt az európai csatlakozással kapcsolatos hallgatólagos üzenet a lakosság felé, és ez nem következett be, 2004 előtt és 2004 után sem. És a politikai elit egy része, ha nem az egésze, pontosan érzékelte ezt a fáradtságot, és azt gondolta, hogy már nem vesződik ezekkel a pedagógiai funkciókkal. Tehát például azt gondolom, hogy lehet, hogy ma nem lehetne eltörölni a halálbüntetés Magyarországon. Also Beitritt zur EU wurde gerade erwähnt. Említette az EU-hoz való csatlakozás, de most őszintén, hogyha a trianoni szerződés
egy ilyen nyílt seb a társadalomban, és ugye ezt kultiválják is, ha jól értettem, tehát ugye szó van róla, az embereket ez megmozgatja. Hogyan kellene egy európai társadalomnak működnie, amely állandóan ebben az emlékezési kultúrában él, és még mindig úgy az országunk úgy érzik, hogy az ország még mindig, a kétharmada úgy érzi, hogy az ország még mindig el van foglalva. Mi lenne a perspektívája ennek az uniós csatlakozásnak? Az Európai Unió néhány egyszerű lehetőséget kínál, vagy egyszerű lehetőségei vannak. Minden tagtól egy értékkatalógust kell követelni, és hogyha ezeket az értékeket nem tartják be, akkor büntetéseket kell kiróni. Ez természetesen nagyon könnyű ezt így mondani. Konkrétan Trianon története véleményem szerint azért nem csak neurózis, hanem trauma, mert nap mint nap újra és újra reprodukálják a politikában, nem csak Magyarországon, ezt fontos megemlíteni, hanem Szlovákiában is, természetesen fordítva is. Hogyha Szlovákiában vagy Romániában olyan viszonyok uralkodnának, mint Dél-Tirolban például, akkor a trianoni probléma egyáltalán nem jelentene sebet, olyan mértékű sebet, mint amilyet. És mivel ez Szlovákiában és más EU tagállamban nem így van, ezért ez mindenképpen az Európai Uniónak is problémája. Miért nem követeli ki az autonómia értékét? Az Unió az autonómiából áll, és főleg Romániában, ahol egy nagyon nagy magyar csoport él, akkor az uniós tagságnak a következménye az kellene, hogy legyen, hogy autonómiát kapjanak. Tehát itt azért hozzá kell tenni, hogy Magyarországon úgy, mint mondjuk Szlovákiában, a politikát úgy lehetne alakítani, hogy a politika érdekelt legyen a polarizáltságban, mert ugye ezzel többségeket, választói többségeket lehet szerezni, nagyon sok ilyen jelenség van, és hogy ez meg is valósítható természetesen, és ez az uniónak is hibája, aki itt nem foglal határozott álláspontot, és aki nem ró ki büntetést. Ez tehát az unió szempontjából és a magyar társadalom szempontjából, tehát mindenképpen két probléma van. Egyrészt a másokkal, a többi taggal való bánásmód, akik a közösség részét képezik, az érték és a sors közösség részét képezik az Európai Unióban. Másrészt pedig ez a trauma, nem seb, hanem trauma még mindig létezik. És tehát, hogy vannak ezek a volt állampolgárok, akik tulajdonképpen hozzánk tartoznak. Tehát amíg ezeket a traumákat kultiválják, addig a nemzeti érzelmet is kultiválják, szélesítik, és ha jól értettem, ez célja is ennek a kormánynak. Nem lehet, hogy ez egy ördögi kör, nem, talán már át kellene értelmezni az Európai Uniót, hogy a Magyarországnak ez a reetnizálódása, hogy egyrészt tagja egy nemzet teken átívelő koncepciónak is, mint az Európai Unió. Fontos elmondani, hogy a közvélemény kutatások szerint a magyar lakosságnak a relatív többsége még mindig pártolja az Európai Uniót, tehát rokonszenvvel tekint az Európai Unió intézményrendszerére. Ez valahol 40-50% között van, ami tulajdonképpen nem egy rossz eredmény. Tehát a bizalom a magyar társadalomban még mindig ott van az Európai Unió iránt, csak amiatt, hogy a várt anyagi jólét nem következett be, és sok egyéb miatt egyébként, van egy bizonyos csalódottság a társadalomban. Az, hogy egyfajta újraetnicizálása zajlik a társadalomnak, ezt nem feltétlenül így látom, de mondjuk én nem is élek otthon. Azt látom, hogy nem csak Magyarországon, de egész Közép-Európában ez a fajta politikusi beszédmód, amely a nemzeti értékekre helyezi a hangsúlyt, és mondjuk nagyon sokszor akár fordításban is, vagy Nyugat-Európában meghökkelésre, vagy Európában meghökkelésre kész, tehát ez egy legitim beszédmód. Szerintem
hosszabb távon fog ez eldőlni, hogy ez milyen irányban halad. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom, de itt most már abszolút nem történészként beszélek, hanem a saját véleményemet mondom, tehát ez pontosan ugyanannyit ér, mint bárki a teremben. Azt gondolom, hogy nagyjából az a típusú emlékezet munka, vagy közös emlékezet politika kidolgozás, ami Németországban vagy Ausztriában elkezdődhetett 1945 vagy 1955 után, vagy a 60-as években, az Magyarországon, hát nagyjából a 90-es évek végén kezdődött el egyébként, azt gondolom, amikor fontos művek jelentek meg, ilyennek gondolom egyébként Krisztián könyveit is. De nagyon sok esetben találkozunk azzal, hogy ez nem mindenkinek tetszik, az teljesen természetes. Másrészt pedig, hogy a politikának bizonyos kérdésekben nem érdeke, hogy kibeszélés legyen. Hogy egy egészen evidens példát mondjak, az ügynök kérdés például, a volt állambiztonsági ügynökök kérdését ilyennek tartom. A nemzetközi feszültség, az emlékezés, identitás az egyik fele, tehát kifelé, most pedig tekintsünk befelé. Ezek az identitás viták, amelyek most felerősödnek, és amelyeket erősen támogatnak. Ha jól látom, itt feszültségek alakulnak ki egyrészt más csoportok felé, tehát kisebbségek felé például, legyenek azok etnikai kisebbségek, vagy más kisebbségek, mert természetesen szeretnének is elhatárolódni. Ez a klasszikus felfogás. Lehet, hogy Magyarországon van egy új mechanizmus, de ha van, akkor kérem, világosítsanak fel. De hogyan kezeljük ezt most? És a második kérdés, ami az ön példájából is hallatszott, a liberalizmushoz való viszony. Tehát, hogy a liberalizmus nem lesz-e egy olyan vászon, egy olyan lista, amit végig kell dolgozni, hogy ez az új egység kialakuljon. Tehát erre talán néhány szót. Tehát egyiket a másik után. Hogyan bánik a magyar társadalom a különböző társadalmi csoportok integrációjában? Igen, az új identitás keresés folyamatában, és ez az új identitás keresés mennyiben veszélyes az együttélés szempontjából, illetve az önkép kialakulása szempontjából. Tehát a kulcsfogalom itt a viktimológikus látásmód, tehát az áldozati látásmód. Ezzel lehet talán leginkább elmagyarázni ezt a folyamatot. És ezért érthető, mert minden társadalom számára a saját halottjai, a saját veszteség az, ami a legfájdalmasabb. És Németországban 20 évvel a háború vége után szintén nem volt olyan nagy a hajlandóság, hogy az orosz háborús foglyokról, vagy a háború más áldozatairól emlékezzenek, vagy gyászoljanak. Ugye volt a népi gyásznap, és ugye a Wehrmachtnak az elesett katonáira emlékeztek, és az Ostfront áldozataira, de hát ez megváltozott. Minden kritika, ami nagyon fontos, és nagyon sokat tudom ezt folytatni, ebben a keretben tekintendők. A viktimológia természetes törekvése, vagy szükséglete egy társadalomnak, és pedagógiai kérdés, hogy a politikusok mennyiben fogadják ezt el, vagy támogatják. Magyarországon, ahol az antifasizmus teljesen hazug volt a régi rendszerben, tehát a pártállam idején, akkor senki nem tudott beszélni ezekről a sebekről, mert a magyar társadalom többsége áldozatnak tekintette magát, a történelem áldozataként. A kommunizmusban mindig mindenki áldozat volt, még a pártelnök is. Neki is állandóan félnie kellett, legalábbis 1956-ig, és utána is Kádár János teljesen ki volt szolgáltatva Moszkvának. Tehát még a kommunista funkcionárisok is el tudták magukat áldozatként adni, és hogyha megnézem a másik oldalt, a magyar társadalom nem állt távol a bűnöstől, a tettestől, tehát ez az állam
nem egyszer működött a moszkvai kommunistákkal, és a holokauszt is egy nagyon fontos kérdés ebben, illetve a magyarok előzetése. Mindezt Magyarországból eredt, és nagyon sokan olyan lakásokban laknak ma, ahol régebben mások laktak, és ezek a mások nem igazából eladták a lakásukat. És ez nem egy kifejezetten magyar jelenség, Csehországban sem olyan nagy a hajlandóság, hogy a szudéta németekről beszéljenek, vagy nyíltan beszéljenek, bár hangsúlyoznom kell, hogy Csehországban van jó néhány művész, aki a filmben is, a színházban is foglalkoznak ezzel a témával. Magyarországon is létezik ez a művészet szintjén. Kérdés csak az, hogy mit támogat az állam, mit tolerál az állam, és mi az, amit nem támogat az állam. Ez egy nagyon fontos kérdés. És itt azt hiszem, hogy az állam szerepe döntő, hogy például az ilyen emberek, mint Tormai Cecil, akiket talán nem ismernek, ő egy nagyon konzervatív filozófus volt, jelölték az irodalmi Nobel-díjra is, de a leghíresebb műve a 1918 és 19 közötti időszakról, a menekülők naplója, nagyon borzalmas, rasszista, antiszemita klisék gyűjteménye, és ez a hölgy ezen kívül kifejezetten hajlamos volt a jobb oldal felé való nyitásra, de még a második világháború kitörése előtt elhunyt. Tehát ez egy nem nagyon egyszerű szereplője a magyar irodalomnak, és a magyar irodalomból nagyon sok ilyen ember tudok említeni, például Vörös Sándor, aki sokkal értékesebb és sokkal fontosabb, és neki még nincsen szobra. És valahogy Tormai asszony egy bizonyos pártot szimbolizál, a Jobbikot, tehát ezt meg hangsúlyoznom kell, tehát nem a kormánypártot. De ez mégis egy bizonyos fokú politikai fatalizmus, mert ugye Németországnak is meg szüksége volt egy bizonyos időre, először a saját lakossággal kell foglalkozni, az ő traumájukat kell feldolgozni. De ez nem nagyon fatalista felfogás, hogy nem kellene pont más ország példájából tanulni, mondjuk nem Németország pont, de vannak más példák is, megpróbálni a történelem feldolgozásának egy párhuzamosságára törekedni minden társadalmi csoport számára. És nem szabad, hogy szabad levélnek tekintsük ezt a kirekesztéshez. Ezt a bizonyos fatalizmust nem egyfajta, ez ebben a fatalizmusban azt gondolom, hogy egy életstratégia van a magyar lakosság egy jelentős része részéről, vagy a magyar társadalom jelentős része részéről. Az alapélménye mindenkinek az, minden családban, amely rendelkezik a maga emlékezetével, hogy a 20. század során 4-5-ször, nem mindenkit, és nem ugyanúgy, de 4-5-ször mindenkit teljesen kifosztottak, és mindenét elvették. Hogy egy személyes példával illusztráljam ezt a dolgot, az én nagyszüleim Debrecenben éltek, egy vidéki városban. A déd nagyanyám rettenetesen idős volt, 103 éves korában halt meg, és emlékszem, hogy amikor gyerekkorunkban hozzájuk mentünk ebédelni, minden egyes rohadt alkalommal, amikor terítettek az ebédhez, elmondták, hogy az étkészlet az azért hiányos, mert 44-ben elvitték az oroszok. Ez azt is jelenti, hogy azért maradt az étkészletből természetesen, tehát a maradékkal volt teríteni, de ez csak annak az illusztrálására mondom el, hogy a magyar társadalom alapélménye az, és ezt talán Németországban nem kell különösebben magyarázni, hogyha alámerülünk és kibekkeljük a dolgot, akkor még mindig olcsóbban megússzuk a történetet, mint hogyha jár a szánk. És azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak van egy önmozgása, amelyben
a szabadság iránti vágynak és a bajtársiasságnak olyan csodálatos példái vannak, mint az 56-os forradalom. Ugyanakkor van, ez benne létezik, és nem akarok ilyen nagyon primitív nemzetkarakterológiai fejtegetésekbe menni, létezik ez a fajta kivárás, létezik az a fajta fatalizmus, hogy a dolgok úgyis nélkülünk történnek meg. Mi nem tudunk változtatni rajta, viszont hogyha nagyon sokat dumálunk, akkor baj lesz belőle. Én nem állítom, hogy a jelenlegi rendszer félreértés ne essék, tehát ami most van Magyarországon, az rokonítható lenne a náci vagy a kommunista diktatúrával, csak azt mondom, hogy ez a fajta mentalitás, én azt gondolom, hogy létezik a magyar társadalomban, amelyet túl sokszor megaláztak, túl sokszor kifosztottak. Kétségtelenül van egy viktimológiai alapeset ebben, hogy a dolgokért mi nem vagyunk felelősek, ezek nélkülünk történnek, de egy csomószor valóban nélkülünk történnek a dolgok. Tehát ez a fajta veszteségtudat, azt hiszem, nagyon sok mindenkiben ott munkál. Also, ich habe ihr Besteck nicht. Én nincs nálam az étkészlete, mint orosz, ezt nem mondhatom, de igen, én abszolút egyetértek, de a kérdésére válaszolnék, hogy természetesen meg lehet kérdezni a magyar társadalomtól, hogy miért nem tesztek valamit. Én magam eddig 15 perben voltam részes, és de az a fontos, hogy vissza tudom fordítani ezt a kérdést. Miért nem tesz Németország semmit? Hogyha a Konrad Adenauer alapítvány minden további nélkül nagyon kérdéses intézményekkel tud együttműködni, mint például a terrorházával, ahol a kommunizmus áldozatait mutatják be, azokat, akik a nácizmus áldozatai voltak, akkor felteszem a kérdést, hogy miért fogadják el azt, hogy Magyarország egy ilyen történelemképet épp fel, és miért épít ki, és miért kooperálnak velük továbbra is. Ez egy jó kérdés, a kollégáinkhoz intézem ezeket a kérdéseket. Mi csak a saját alapítványunk nevében tudok beszélni, ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, ezt hagyjuk így, hagyjuk annyiban. Egy pontot említettem. Mielőtt megnyitok itt a kérdéskört, szeretnék néhány dolgot még felhozni. Beszéltünk az Európai Unióról és a szomszédos államokról, mint az új identitás keresés módja, vagy kisebbségek, stb. Most pedig nem csak Magyarországon, hanem sok más közép-kelet-európai országban is a liberalizmust szeretném felvetni. Tehát a liberalizmus, mint a saját identitás kialakításának ellenpontja, és itt már nincsenek, elhagynak az ösztönei, nem értem, miért pont a liberalizmus. Miért nem lehet az, hogy egy identitás és emlékezéspolitika liberális alapokon nyugszik? Ez nagyon egyszerű, mert nagyon sokan, sok embernek sokkal több kára származik a liberalizmusból, mint haszna. Ha valaki Magyarországon vidéken nőtt fel, és a rendszerváltásig volt egy fix állása, amit elveszített a rendszerváltás után, akkor felteheti a kérdés, hogy mi a hasznom a liberalizmusból, ami betört ide, mert igaz, hogy elutazhatok Berlinbe holnap, de nem beszélek idegen nyelvet, nincsen vagyonom, nem is tudom eladni a házamat, akkor mit használ, milyen haszna van ennek? És ez az élmény nem egyedi, nem egyedülálló. Nagyon sok ember nem tudja hasznosítani a liberalizmus előnyeit, mert ugye üres gyomorral ez elég nehéz. Akkor talán a liberalizmus fogalmán kellene kicsit dolgoznunk, de már csak 5 percünk van. Úgyhogy különböző liberalizmusok beszélünk. Fontos tudni természetesen az, hogy a liberalizmus, mint politikai eszme, hogyan veszítette el a táborát 1990 után Magyarországon. Az egy fontos kérdés, de azt azért érdemes látni, hogy a magyar nemzeti ébredés, vagy a Formerz időszakában, és az egész 19. században a magyar nemzetépítésnek a liberalizmus, vagy a szabadelvűség, szép magyar szóval, a szabadelvűség egy nagyon-nagyon fontos hajtóeleme volt, nem csak Magyarországon egyébként, hanem egész Európában. 1990 után az új Magyarország valóban nagyon sok liberális elemet beemelt egyrészt a közbeszédbe, másrészt az alkotmányosságába és egyéb dolgokra.
És valóban azt láttuk, ebben most nem szeretnék belemenni, van erről személyes véleményem is egyébként, hogy vajon az a párt, amely képviselte a liberalizmus, megfelelően képviselte-e Magyarországon, de kétségtelen, hogy azok a fogalmak, amelyek kapcsolódtak a liberalizmushoz, az átlagember számára teljesen haszontalanná váltak, és azt mondta az ő saját életükben, az csak hátrányokat jelentett. Legyen szó privatizációról, legyen szó az állampolgári jogok kiterjesztéséről, legyen szó nagyon, nagyon sok mindenről. Lehet, ez egyáltalán nem egy lezárt folyamat, tehát lehetséges, hogy lesz a liberalizmusnak vagy a szabadelvűségnek még reneszánsza Közép-Európában és Magyarországon. Vielen Dank. Wir öffnen für Fragen. Akkor most a közönség kérdezhet. Nagyon kevés időnk van, ezért kérem, hogyha lehet, tegyenek föl rövid kérdéseket. Körülbelül 10 perc plusz-mínusz, és kérem, hogy világosan, röviden mondják el a kérdéseket, hogy minél többen tehessenek föl kérdést. Tessék, akkor ki akar először kérdezni? Vagy először gyűjtjük a kérdéseket? Tehát akkor kezdje. Engem az érdekelne, hogy a különböző, a kultúra különböző munkásai Magyarországon hogyan bánnak a roma kultúrával. Nem csak a romákkal, maga a cigányokkal, magyar állampolgárokkal, hanem azokkal a romákkal, akik Szlovákiából, Lengyelországból, Romániából, Bulgáriából, stb. Tehát ezekhez hogy viszonyulnak, mert tudom, hogy tehát ezek nincsenek letelepedve. Tovább gyűjtöm, tessék, még kérdés? Van, ki akar még kérdezni? Ott hátul? Nem? Egy egész rövid kérdés, ha jól hallom. Én a szünetben is szívesen beszélek önökkel, csak egész röviden, és csak címszavak válaszolják meg a kérdésemet. Tehát a konvencionális nemzeti polgárság csak körülbelül a 30-as évekig volt Magyarországon. Az emberek ugye ma már 80 évesek, tehát a kérdés, hogy milyen burzsoáz, milyen polgárság volt, vagy van-e Magyarországon ma polgárság? A keleti európai országokban eltűntek. Ez persze a képzés problémája is. Tudjuk szociológusoktól, hogy milyen szociológus osztályok, rétegek voltak 1990-ig, teljesen más. Talán erről tudna valamit egész röviden mondani, hogy a képzés, az emberek iskolai végzettsége, ennek az ideológiai összefüggései, és hogy remélem, hogy elég érthetően fejeztem ki magam. Folytassuk még, vagy gyűjtsünk még? Van még kérdés? Még egy kérdést föl lehet tenni. Ha nincs, akkor meg lehet válaszolni. Tessék, köszönöm szépen. Tehát két kérdés. Az egyik, hogy a kultúra dolgozói hogy bánnak a romákkal, hogy viszonyulnak a romákhoz, és a másik pedig, hogy van-e kialakult középosztály, polgárság Magyarországon, és hogy a mostani jel azt jelenti-e, hogy nincs kialakult polgárság Magyarországon, és kulturálisan is polgárság. Ki akar válaszolni? Romák integrációja azt hiszem nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában a 21. század legeslegfontosabb kérdése. Bizonyos értelemben fontosabb annál, hogy mi történt a rendszerváltozás után. Ugye itt van egy szociológiai háttere a dolognak, hogy az államszocializmus végrehajtott egyfajta, hangsúlyozom, egy bizonyos típusú társadalmi mobilizációt, mondjuk így, nagyon-nagyon sokszor erőszakos és embertelen eszközökkel, a romák körében is.
ami azt jelentette, hogy nagyon sokan közülük ugye a munkához jutottak, de így vagy úgy a társadalom perifériáján léteztek. Mivel nagyon sok esetben olyan emberekről volt szó, akik nem voltak szakképzettek, ezért például a rendszerváltás után a privatizációk beindulásával általában ők voltak az elsők, akiket elbocsátottak a munkahelyekről, gyárakból. Tehát most már bő két évtized telt el úgy Magyarországon, hogy romáknak egyes generációi nem jutottak, munkanélküliek voltak. A magyar politikai elit, és akkor itt érek rá a kérdésre, egy jelentős részének a válasza az volt, és itt mondom minden tiszteletem a kivételeknek, a válasza az volt, mindegyik pártnak, nagy pártnak megvolt a maga roma politikusa, aki kvázi kezelte ezt az egész ügyet. A fontos az az volt, hogy ne legyen balhé. Az a párt, amelyik a magyar társadalomban meglévő roma ellenességből igazán profitálni tudott, az a Jobbik, amiről már itt többször szó volt. Nekem meggyőződésem lehet, hogy nincs igazam, de meggyőződésem, hogy a hagyományos szélsőjobboldali témákkal, tehát legyen az Vas Albert, Tormai Cecil, az antiszemitizmus, Izrael szerepe, hasonlók, amik a privatizáció ellenesség, a Jobbik igazából sose tudott volna áttörni, mint ahogy az előtt pártja, a Miép a 90-es években tulajdonképpen nem tudott áttörni, egyszer érte el az 5%-ot a parlamenti küszöb tetejét. Igazából a Jobbik agendájában a romákkal kapcsolatos előítéletek becsatornázása volt a legkomolyabb hajtóerő. Uniós támogatással és hasonló, és magyar kormányzati támogatással azt azért el kell mondani, hogy bármilyen színezetű kormány volt Magyarországon, azért úgy érezte, hogy valamit csinálnia kell ebben a kérdésben, de hát mindenféle felzárkóztató programok vagy integrációs programok indultak be, amelyek van úgy, hogy megszakadtak, és igazából ez a baj velük, tehát hogy elindulunk egy irányba, és aztán utána ez megszakad. De jól látszik, hogy 2006-2008 tájékán különböző bűnügyek és különböző társadalmi események miatt kialakult, vagy megerősödött a már meglévő előítéletesség a társadalomban, és a Jobbik nagyon ügyesen kihasználta ezt a dolgot, és ezzel kapcsolatban van irtózatos felelőssége, azt hiszem, ezeknek a politikusoknak, hogy engedtek bizonyos értelemben a tömegnyomásnak. Nyilván én történész vagyok, nem látok a jövőbe, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat. A véleményalkotók részéről, legalábbis a felelősen gondolkodók részéről mindig az integráció, az oktatás fontossága hangzott el, de látni kell azt is, hogy van olyan politikai erő, amely egyáltalán nem ebbe az irányba tolja a dolgokat. A másik, itt a polgárság kérdése, csak nagyon röviden, azzal, hogy hangsúlyoztam azt, hogy a magyar társadalom jelentős részétől nagyon sok mindent elvettek, és nem kötném össze kizárólagosan azzal, hogy ergo a polgárság sem létezik, ergo ezért alacsonyabb a demokrácia befogadásának szintje Magyarországon, vagy kevésbé lennének fogékonyak az emberek a demokratikus értékekre. Az viszont sajnos történelmi tény, szónak abban az értelmében, hogy számokkal igazolható, hogy a középosztály Magyarországon sosem érte el azt a kiterjedést, azt a súlyt a társadalmon belül, ami egyébként a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban megvolt. Volt egy polgárosodási folyamat Magyarországon 1867 az úgynevezett kiegyezés után, amelyet részben az első világháború és pont a trianoni békeszerződés szakított meg tulajdonképpen, tehát volt egy egyedülálló gazdasági növekedés, és egy polgárosodás, ami megszakadt, és bizonyos értelemben komoly szerepe van abban, hogy a középosztályt gyakorlatilag ledarálták a különböző autoritár rendszerek Magyarországon. Weil wir zwei Historiker
auf dem Podium haben. Und miután két történész van, aztán is nem két politikus, most a romákról még egy kérdés, a roma témáról. Mennyiben mondható a kihívás? Nem csak azért, hogy nem csak a roma lakosság integrálása, hanem jobban kéne, tehát a történelmi narratíva, roma narratíva összességében mennyire, milyen a romák történelmi narratívája, egyáltalán a történelem oktatásban, a történelmi kutatásban, a történelmi elképzelésben játszanak egy szerepet a romák, hogy mindig is itt éltek, és részei a közös történelemnek, vagy ez kihívás, vagy csak jövő kihívása. A kérdés azért nagyon nehéz, mert ez a roma probléma nem is feltétlenül kulturális feszültség a romák és a magyarok között, hanem ez inkább egy szociálpolitikai feszültség a szegények és a nem szegények között. Bár a szegények, vagy a legszegényebbek nem csak romák, nem mind romák, de ezek az emberek, a legszegényebb romáknak nincs roma kultúrája, már nincs roma kultúrája. Egy olyan szubkultúrája, a legszegényebb szubkultúrájának a kultúrájában, ami Bangladésbe vagy Indiába is hasonló lehet. Tehát a fogalom definíciójára van szó. Tehát szociál-antropológiailag nézve, nem tanulmányoztam ugyanezt a kérdést, de ez azon csoportoknak a kultúrája, amelyek messze a létminimum alatt élnek, már messze eltávolodott az eredeti népkultúrájuktól. Ezt akarom hangsúlyozni, és éppen ezért nagyon problematikus azt mondani, hogy hogy bánnak a magyarok a roma kultúrával, hogyan azonosulnak. Sajnos a szociális jelenségeket azonosítanak a cigánysággal. A szegénység az nem a roma kultúra, de sokszor így interpretálják a roma bűnözéstől kezdve egészen a cigányok elleni előítéletek. A magyar romák között még nincs teljesen eldöntve, hogy ők mit is akarnak tulajdonképpen. Abban ilyen értelemben a legtöbb roma nem akarja, hogy romaként ismerjék fel, hanem asszimilálódni és integrálódni akar, akik ezekből a roma gettókból kikerülnek. És a roma értelmiség, ami ezért nyíltan fellép, hogy etnikai népcsoportnak tekintsék a romákat, jelenleg alig-alig van még. Alig-alig van. Ez persze változhat, de pillanatilag még nem tartunk itt. Így nagyon lehet, nagyon nehéz erre válaszolni, de mégis egy dolgot itt fontos lenne elmondani a romákhoz való viszonyról, mégpedig arra gondolok, hogy a politika legalább 20 évig azokra ruházta át ezt a kérdést, a roma kérdést, akik ott éltek velük együtt, emellett a szegénységi csoport mellett. Ez azért lényeges, mert például Kelet-Magyarországon a romák és a nem romák életszínvonal bizonyos falvakban teljesen egyforma, vagy majdnem teljesen egyforma. Akár roma, akár nem roma. De a két csoport szociális magatartásmódja különböző, hiszen a történelmi tapasztalatok is egész mások. Ebből persze rengeteg konfliktus támad, és Budapestről a politikusok nem foglalkoztak ezzel. Ők azt mondták, hogy ez a ti problémátok, oldjátok meg. Ez aztán vezetett a Jobbik ilyen komoly megerősödéséhez, és a második kiegészítésem Balázshoz, a Jobbiknak sikerült valami, ami senkinek nem sikerült, nem csak a cigány kérdést tematizálta, hanem a világ összeesküvés teóriát is. Ez a legbűnösebb dolog, amit elkövettek, hogy a Jobbiknak sikerült egy olyan teóriát felállítani, ami szerint a cigányok, a romák, azok a zsidók napszámosai, a zsidók segítői, tehát, hogy ez egy világ összeesküvés. Ez, amit a Kuruc infóban lehet olvasni mindig, ez a Jobbiknak az üzenete. Az ön kérdéséhez pedig, hogy miért fogékonyak olyan sokan a szélsőjobboldali ideológia iránt, azért azt hiszem, az a magyarázható, hogy a baloldal teljesen alkalmatlan volt történelmi válaszokat adni. Teljesen alkalmatlan volt. Ez Budapesten is látható. A Jobbik az arányaihoz képest sokkal több olyan van benne a Jobbikba, akik legalábbis történelmi szakot végeztek.
nem kollégák, de történelmi, és az egyetemeket is meg kéne kérdezni, hogy miért, de a háttere ennek annak csak egy példa, 56-tal kapcsolatban az volt a szocialisták narratívája, hogy ez egy polgárháború volt, amikor mind a két oldalon mi álltunk, hiszen Nagy Imre is kommunista volt. Ez egy nagyon kellemes szocialista vélemény volt, nem kellett magyarázni, de nem igaz. És miután az egész magyar politika, beleértve a mostani kormánypártot is, ami magas szocialista politikusok is vannak benne a vezetői között, teljesen hihetetlennek minősítette ezt, csak arra emlékeztetnék, hogy az új alkotmányt egy volt politikai bizottsági tag is írta, és közreműködött benne. Ez volt az ára a gulyás kommunizmus éveinek. Ez a rendszer idézőjelben nagyon enyhe volt, nagyon, tehát nem 56, de 68 után nagyon enyhe szolíd társadalom volt, és eladható volt demokráciának, keleten, nyugaton egyaránt. Ez azt jelentette, hogy ennek a szocialista rendszernek hitelét hord jelzálogát cipelik mai napig, és ezért tudott a szélső jobboldali ideológia, ami a mostani kormányt is támadja, különösen fiatalok, és főleg egyetemisták, tehát művelt fiatalok támogatják, ami a legmegdöbbentőbb. Igen, egy nagyon picit a történelmi szakot a Budapesti Egyetemen. Egy kis szociológiai hátteret adva az egész dologhoz, bár nem akarom túlpörgetni, meg ez egy nagyon mellékes téma. Kétségtelen, hogy a Jobbik vezetői nagyjából egy generációba tartoznak, és majdnem mind történész hallgatók voltak. Érdekes, az én óráimon sose egy jobbikossal találkoztam általában. Azt nagyon fontos megérteni, hogy 90-es években, amikor például én elkezdtem az egyetemet, a történelmi szak, történelmet tanulni Magyarországon, az úgy tűnt, mint egy a közélet iránt érdeklődő embernek egy hasznos szak. Egy olyan időszakban vagyunk, egy olyan egyetemre jártam, ahol mentünk végig a folyosón, és tudtuk, hogy az egyik tanár az most azért nincs benne, mert ő honvédelmi miniszter, a másik nagykövet, a harmadik pedig parlamenti képviselő. És a külügyminiszter is történész volt, és a miniszterelnök is történész volt. Tehát egy csomó fiatal embernek, aki akkor lépett a pályára, az lehetett az elképzelése, hogy ez egy olyan szakma, amivel be lehet lépni a közéletbe. És érdekelt minket a közélet, mert nagyon érdekes dolgok zajlottak le ebben az időben. És akkor, amikor ez a bizonyos jobbikos generáció, akik a 70-es évek második felében, a 80-as évek elején születtek, ugyanezt a stratégiát választották, hát hogy mondjam, az ajtók már bezáródtak, tehát a csónak megtelt. Igazából ez nem volt már egy tovább lépés automatikusan a politika világába. Arra emlékszem, hogy 1993-ban az első évfolyamon 180-an üldögéltünk egy olyan előadóban, egy olyan előadóteremben, amelyben 72 darab szék volt. Tehát ez egy halatlan népszerű szak volt a történelmi szak, és a 90-es évek végére ez drámaian lezuhant. Nem akarok nagyon egyszerű szociálpszichológiai fejtegetésekbe belemenni, de itt a frusztrációnak, illetve annak, hogy ez a bizonyos típusú diploma hogyan értéktelenedett el, abban komoly szerepe van. Természetesen nem megkerülve azt a felelősséget, ami nekünk oktatóknak van esetleg. Vielen Dank für diese Klarstellung. Köszönöm szépen. Ungvári professzor, Pointy úr, nagyon köszönöm. Most ezzel az zárszóval azt hiszem sikerült ebben a részben is az első előadónak is köszönhetően, és most pedig in medias res a következő panel következik, a színház, és ezzel átadom a szót a ceremóniamesternek. Először is köszönöm ennek a panelnek.